Jó estét! Bemutatok egy eladó Mercedes A osztályt. Ez egy nagyon különleges autó, mármint a felszereltségét nézve. Az autó Magyarországon újonnan lett forgalomba helyezve. Ezt forgalomból onnan tudják kideríteni, hogy megnézik a B betűt, az az első forgalomba helyezés. Ez országtól független. Van az I betű, az az első magyarországi forgalomba helyezés. Hogyha ez a kettő megegyezik, akkor az azt jelenti, hogy Magyarországon újonnan vásárolt. Ott az alvásszám az alapján leinformálható. Így. És itt a pontos extra listája. Ezeket a dokumentumokat le fogom fotózni és fel fogom tölteni a használtautó.hu-ra is. Ott tudnak olvasgatni. Az autóról annyit kell tudni, hogy nem találnak még egy ennyire sok extrával rendelkező A-osztályt. Hogyha megnézik az A45-öket, amik alapból ilyen 25 millió forint fölött vannak, vagy az A35 AMG-ket, még azokban sincsen ennyi extra. Ez egy nagyon egyedi rendelés volt. Így. Mutatok egy dolgot, vagyis kettőt. Azt mondja, hogy az autónak volt korábban egy sérülése, és meghúzták a parkolóban egy másik autó, és itt lehet látni, hogy ott meghúzta, és egy picit belehúzott oda a sárvédőbe is. Az ajtó az ki lett cserélve teljesen újra, ott viszont újra fényezték, azt nem kellett cserélni. Ez az egyik. Ezt, hogyha küldenek egy e-mail címet, akkor nagyon szívesen átküldöm, és meg tudják nézni úgy is. A másik az, hogy lépjenek fel a YouTube-ra, írják be, hogy Csik Norbert, Mercedes, mindjárt mutatok egyet. Ez még nem az. Itt van. Ezt nyissák meg. Jó estét. Bemutatom egy eladó gyári Mercedes. Mindjárt mutatom. Most próbálok segíteni. Itt van. Nézzék meg ezt a videót.
Csik Norbert hirdetéssel adom Mercedes A180D, keressenek rá, és ilyen hűtőmaszkban tudok segíteni. Ezt lehet vásárolni utólagosan, és hogyha valakinek ezzel jobban tetszik, akkor ebbe tudok segíteni, hogy ez ki legyen cserélve. Na, itt az autó. Igyekszem minden egyes részletét bemutatni. Hát az állapotáról nem kell mutatnom semmit, mert ez teljesen újszerű, és nincsenek rajta horpadások, nyomódások, semmi. Napfénytető. Ez így hátra elcsúszik, vagy elkúszik. Amelyik Mercedesnek van ott, az a kamerája, ott. Most ott maradt az új lenyomatom. Amelyiknek van ott az a kamerája, az azt jelenti például, hogyha én megállok a piros lámpánál, és én vagyok az első, és látja az autónak az a kamerája a lámpát, akkor ő kivetíti a középső kijelzőre, hogy nekünk ne kelljen felfele nézni, hanem az autónak a központi kijelzőjén ott megjelenik az út kereszteződés, és akkor ott az autón keresztül lehet nézni azt, hogy most mikor vált zöldre a lámpája. 18-as kerekek. 360 fokos kamerának ott az oldalsó kamerája. És még ilyen nagy badge-ben tartják. Amúgy én autókereskedő vagyok, és bizományos hirdetésben kaptam meg ezt az autót, hogy segítsek eladni. Erre a tulajdonosnak nincs erre ideje. És ennyire vigyáztak az autóra, hogy még lassan 72 ezer kilométer van, és ez a gyárban feltett fólia, az még mindig fenn van. Amelyik autónak van itt egy picike bemélyedés, az jelenti a kulcs nélküli nyitászárást. Ott van a holtérfigyelőnek a visszajelzője. És a híres Mercedes LED, ez full LED lámpa. Tudja az autómat, a reflektort is. És innen még két dolog, ami nem az A-osztályra val. Az egyik head-up display. A másik, ami ott a távolban van, hogy ott látnak egy krómozott kis, az egy hangszoró rácsnak a kerete, vagy a hangszorónak a kerete. Ez a nagyobbik, ez a Premium Burmeister Hifi. Úgy. Ezt a középső rácsot lehet kicserélni. Na, közben megjött a cicánk. Így. Most már mutatom az autót belülről. Minden fekete rajt. Az ablakkeretek. Minden, amit lehetett kérni. Visszapillantók. Minden fekete. Nyilván így nagyon jó harmonizálódik a tető is. Mert ugyebár az is így fekete, még itt a... Még ez is fekete. Pedig annak fehérnek szokták kérni. És hogyha valaki szereti a harmóniát,
Az... még egy szó. A hírekben nagyon, az autós hírekben azt mondják, hogy így első olvasásra, hogy ez a 116 lóerőse, ez a 116 lóerő, hogy illik-e az autóhoz. És én megválaszolom. Én, hát, nem tudom pontosan megmondani, de minimum 4-5 darab, 5-öt biztos, hogy eladtam már ezzel a motorral szerelve. És akárhányszor eljöttek az érdeklődők, mindig az volt, hogy hú, de jól megy ez, hogy nem gondolták, és nagyon sokat gondolkoztak, hogy na most ez elége, és csak így kíváncsiságból jöttek el hozzám, hogy megnézzék az autót, és akárhányan eljöttek, azok mind megvették az autót, mert teljes mértékben tudta szolgálni azt a dinamikát, amit szerettek volna, vagy amit elvártak az autóval szembe, és mindenki pozitívan csalódott. Ezt én úgy tudom elmondani, hogy nyilván itt az autógyárak arra mennek rá, hogy egyre kevesebb lóerő és egyre kevesebb köbcenti dolgozon az autó motorterébe, és a váltóval játszanak. Hogy az első, második, harmadik áttétel az egy picit rövidebb legyen a váltón belül, így kevesebb lóerővel ugyanazt a gyorsulást tudják elérni 80-ig, vagy akár 100-ig is, hogy kevesebb lóerővel ugyanolyan komfortosan tudjanak menni. Sőt, és ez nem túlzás, hogyha valakinek ez valóban gyenge, mert más autó szokott hozzá, annak meg ajánlom, hogy ha ebből a 150 lóerőst válassza, az meg kizárólag négy kerék meghajtással. Mert ez a 116 lóerő is, ez pontosan tökéletes ez a kasznihoz, és ez a 116 lóerő is, hogyha hirtelen valaki elindul, akkor egyfolytában, vagy akkor már el tud kaparni. Én vezettem 150 lóerőst, az állandóan kapar, mert hogy túl erős a... Hát nem szó szerint túl erős, hanem mindegy, ott próbáljanak ki nyugodtan egy első kerék meghajtású 150 lóerőst, és ahogy egy picit dinamikusabban akarnak elindulni, akkor mindig villog a kipörgés gátló. Úgyhogy ha valaki ahhoz ragaszkodik, akkor én nagyon is ajánlom az összkerék meghajtású változatot. És azzal nem lesz gond. Na, harmónia. Hogyha valaki szereti a finom harmóniát, akkor ez neki kifejezetten tetszik, vagy fog tetszeni. Mert az összes díszvarrás az ülésen, az mindenhol piros. Az ajtókárpitokon, a könyöklőnél, az összes ajtón, mindenhol, ahol van díszvarrás, az piros. És a Mercedesnek talán a legjobb, legkomfortosabb ülése az az, hogy ez a széle, ez bőr, ezt meg alkantara bőrnek szokták nevezni. Nyilván ez ilyen rajzolós, ezt simogatni kell, és akkor nem tűnik foltosnak. És ebben nem izzad bele az ember sehogy. Megmutatom mindjárt a hangulatfényét. Ebből, amit lehetett legmagasabb színválasztékkal és legmagasabb vagy legtöbb helyen látható hangulatvilágítás, ebbe benne van. Ennek világít ezek is, mert attól, hogy van egy hangulatvilágítás egy autóban, nem azt jelenti, hogy ezt fogják megkapni. Ennél feljebb nincsen, mint ami ebben az autóban van. Tudja többféle színváltoztatást. Igyekszem úgy videózni, hogy egyértelműen lehessen látni az állapotát. Még itt a fejtámla is. Próbálom megmutatni, még ott is van neki
hangulatvilágítása. Ott is. És most a színváltoztatása van beállítva. Régebbi A osztályhoz képest, ennek óriási ahhoz képest, óriási a csomagtér. Elhúzom a tetőt, ne jöjjön be akkor a világítás. Így. Meg tudja mutatni így a díszvilágítását. Mindjárt kint lekapcsolódik a lámpa, és akkor talán jobban lehet majd látni. Úgy változtatja a színét, hogy velünk szembe, ott középen ő az egyik szín, és ott fönt a másik szín. De ott fent kétféle szín van, mert ott van, ott lent is van díszvilágítás, de azt innen nézve nem lehet látni. Most megállítom a videót, és ahogy lekapcsolódik a lámpa, akkor folytatni fogom, és akkor megmutatom úgy, hogy le is kapcsolódott. Talán jobban lehet látni a színeket. Mindjárt megfordul, hogy itt a levegőbe ömlőknél legyen kék, fent meg piros, aztán rózsaszín, aztán lila. Ebből többféle funkció van, de majd mindjárt megmutatom. Így. És itt hátul is így kétféle szín van. Elektromosan behajló tükrök, és itt a memorizálható, elektromosan állítható ülés.
Azért jó a memorizálható ülés, mert hogyha valakinek már fáj a háta, és nehezebben tud beülni az átlag autókba, akkor ő nagyon jól jár ezzel, mert beállítja a hármas funkciót, felemeli annyira az ülést, amennyire, ahogy a legkönnyebben száll ki, és beállítja a hármasnak, szóval amikor ki akar szállni, akkor megnyomja a hármas gombot, beáll abba a pozícióba az ülés, ahonnan a legkönnyebben ki lehet szállni, és kiszáll. És amikor majd beszáll, akkor ugyebár könnyű beszállni, mert ott van az ülés, ahol a legkönnyebb beszállni, és amikor indul el, akkor megnyomja az egyest, akkor meg átáll oda az ülés, ahonnan a legkényelmesebb vezetni. A kormány is piros cérnával van varva. Ott van. Így. Ez a kezelőegység, ezt a kijelzőt irányítja, ezt a kijelzőt. Ez a kis fekete ott is, és ott is, ez olyan, mint a laptopnak az az érintő padja, hogy ilyen simogatós, erre simogatom, arra simogatom. Szóval egy gomb, az négyféle funkciót tud. Föl, le, jobbra, balra, és hogyha megnyom, akkor úgy ott van. Bekötöm magam, hogy ne látszódjon ez a piros figyelmeztető lámpa. Na. Három felé osztozik ez a baloldali kijelző. Most itt a baloldalt változtatgatom. Nagyon testre lehet szabni. Ott a fogyasztása az elmúlt 37 ezer kilométernek 4,7 az átlag fogyasztása. Bemutatom közben a 360 fokos kamerát. Lehet az oldalán változtatni. Nyilván ezt innen is tudom. Ez is olyan, mint a laptopnak az érintő panelje.
Ez majd ki lesz cserélve hétfőn vagy kedden. A következő szervizt az 99 nap múlvájára írja. És nem tudom, hogy mennyire látszik ott messze, ott van a head-up display. Ott három fokozata van, három kis kocka, és mind a három kockába ugyanúgy én szabom meg, hogy mik jöjjenek fel, vagy hogy miket mutasson az autó. Van neki klíma funkciója, az azt jelenti, most én nem próbálom messziről videózni, hogy ha én felfele megnyomom a hőmérsékletet, hogy felfele akarom, akkor az az oldal pirossá válik, hogyha lefele, akkor kékké válik 3-4 másodpercig. Ezzel jelezve az, hogy én hozzányúltam a klímához. Ez ilyen kis jó pofa. Hogyha a baloldali részt irányítom, akkor a baloldali... Most elkezdem melegíteni, akkor pirosra változik. Most, hogyha lefele nyomom, akkor meg kékre változik, de most kék, úgyhogy ez nem lesz változhatás, de mindjárt megvárom, hogy lila legyen. Most nyomom lejjebb a hőmérsékletet, most, és kék. Így. Ezek ilyen kis apró örömök. Az érintő képernyője nagyon jó. Így. Ott vannak a színek. Van egy kis sávtartója.
lehet állítani a futóművét. Van kibeszállás segítő automata rendszer. Lehet beszélgetni az autóval, hogyha beírják a YouTube-ra, hogy Mercedes és Hey Mercedes, akkor fognak találni jó pár videót róla, hogy mennyi mindenről lehet beszélgetni vele. Hát, így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!